miniszteri elismerés, veszélyektől mentesen a Tisza-tónál, gyermeknap, nőhet a gyümölcsösök területe. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2018. június 12-én 18 óra 5 perckor. Budapesten a Magyar Tudományos Akadémián vehette át az Emberi Erőforrások minisztere miniszteri elismerő oklevelét Szepesi Tibor, a Dériné Kulturális Központ igazgatója. A Magyar Sportnapja alkalmából került megrendezésre Európában először szabadtéri rendezvény, ennek a tiszteletére döntött a kormány úgy, hogy ez legyen a Magyar Sportnapja is. Ekkor adták át az állami kitüntetéseket, díjakat, mondja Szepesi Tibor, akinek gyerekkora óta köze van a sporthoz. Nehéz visszaemlékezni, én úgy emlékszem, hogy valamikor első osztályos lehettem, amikor az asztali tenisszel kezdődött az én sportpályafutásom, és ez aztán hamar átalakult, és elsősorban a futás volt az, amely a mai napig közelebb áll a szívemhez, ugye az atlétika. Ebben a sportágban értem el eredményeket, ebben a sportágban lettem edző, és edzőként is itt születtek az első eredmények. Több sportoló indult el Szepesi Tibor kezei alatt is. Többek között az egyik fiának is az edzője volt. Én azt gondolom, és így is érzem, hogy azt a tudást, amelyet kaptam az én edzőimtől, akik azért nem olyan sokan voltak, valljuk meg őszintén, de próbáltam azt a fajta mentalitást továbbadni, természetes, hogy a saját elgondolásai alapján. Igen, óriási felelősség, hiszen mindenki a legjobb akar lenni. És megtalálni azt a pontot és azt az eredményt, azt a lehetőséget egy-egy fiatalban, megtalálni a tehetséget, ami nem biztos, hogy eredményekben fog megmutatkozni, hanem egyszerűen csak az emberségében, az ő mentalitásában. Lehet, hogy majd ő fogja továbbadni azt a tudást, amelyet akár én, vagy akár az én elődeim felhalmoztak. Úgyhogy óriási, óriási felelősség, és nagyon jó emlék. Az egyik fiamnak edzője is voltam némelyik sportágban, a másik fiamnál, a kisebbiknél pedig egy olyan sportág, ami azért, mint asztali tenisz, közelebb is állt a szívemhez. Nagyon nehéz volt ugye látni azt, hogy edzenek, készülnek, hogyan élik meg ők a sikereket, ők a kudarcokat, úgyhogy ez egy teljesen más élmény, de legalább olyan jó, ha nem jobb, mint saját magamnak ott lenni a pályán, vagy akár edzőként ott állni a sportolók mögött. A KSE ügyvezetőjeként is nagy a felelőssége. 10 sportágat kell összehangolni, mindenkinek megfelelni. Ez nagyon nehéz, de a díj mögött ott a mögötte lévő csapat is, akik a versenyek szervezésében, diák olimpiai rendezvények lebonyolításában mellette állnak. A mögött a díj mögött, és itt nem csak a sportágakat, hanem úgy általában a sportszervezést, a versenyek szervezését, a diák olimpiai rendezvények lebonyolítását nem egyedül végzem. Tehát egy olyan csapat áll mögöttem, mellettem, és néha előttem is, hiszen nem csak egyedül vagyok felelős egy-egy ilyen versenynek, az edzők, a sportvezetők, a testnevelők, azok a versenybírók, akik naponta ott vannak ezeken a versenyeken. Tehát egy nagy közös csapat alkotja ezt az egészet, és ezt mindenképpen köszönöm az ő munkájukat. Szóval azt gondolom, hogy így közösen tudjuk megoldani azokat a feladatokat, amely igen, nagyon soknak tűnik, de közösen ezt le tudjuk gyűrni. Nagyon sok versenyző van, nagyon sok sportág van, nagyon sok edzést kell megtartani, naponta, hetente, évente, de a visszajelzések jók, hiszen egyre több versenyzője van, mind az egyesületnek, mind pedig a városi diáksportnak. A napokban fogalmazódott meg benne, hogy ők azok, akik legtöbbet látták dolgozni, és nem látták, mert dolgozni volt, de a segítségük nélkül nem sikerült volna mindezt elérnie. A tiszai vízirendészeti rendőrkapitányság kiemelten kezeli a nyári szezonban is a hajózás szabályainak betartását a folyókon és a tavakon. A vízirendőrök a biztonságos közlekedés és a zavartalan pihenés érdekében folyamatosan ellenőrzik a csónakkal és a kisgéphajóval közlekedőket. Rendszeresen felhívják a figyelmet a vízi közlekedés szabályaira, szórólapokat osztanak a kikötőkben és felvilágosítást adnak mind a vízen, illetve a vízparton tartózkodók részére. A Dériné Kulturális Központ szervezésében került megrendezésre a gyermeknap a Ligetúti sportpályán.
A család és gyermek napsportnap, valamint az 5. Nagykundiák birka pörkölt főzőverseny és a Kunbarikum birka főzőverseny várta az érdeklődőket. Mint Szepesi Tibor, a Dériné Kulturális Központ igazgatója elmondta, igyekeztek idén is olyan változatos programokkal várni a családokat, ahol anyuka, apuka, gyermek és nagyszülő is megtalálta a neki tetszőt. Bőséges a program, ugye kezdjük akkor a legvégéről a sportpályának, ahol a hagyományos középiskolásoknak szóló diákbirka pörkölt főzőverseny zajlik éppen, és jelenleg a zsűrizésnél tart, ha jól gondolom. Mellettük foglal helyet az a diákbirka főzőverseny, ami az általános iskolák csapatainak versenyét hozta el a mai napra. Ugye ez a verseny mindig a nagybirka főzőverseny napján zajlott, de úgy gondolták a szervezők, velünk együtt közösen természetesen, hogy egy olyan eseményen, ahol kimondottan a diákokról szól az egész nap, a gyerekekről szól az egész nap, talán jobb helye van egy ilyen jellegű birkafőző versenynek is. És hát természetesen, hogyha már a főzőversenynél vagyunk, akkor ugye az osztályközösségek a népi étel főzőversenyben versengenek egymással, és ha összességében tekintjük, akkor 25 csapat mérkőzik meg ebben a három kategóriában, tehát bőven van dolga a zsűrinek a mai napon. Természetesen a sportversenyek, hiszen egy sportpályán vagyunk, ezek is jellemzőek. A hagyományos szülői labdarúgó torna mellett a kapitánylabda bajnokság, az élő amőba versenyei zajlottak, és egy új színfolt, amit a tavalyi évben kezdtünk el, ez pedig a sorverseny az osztályközösségeknek, szülőkkel, gyerekekkel, nagyszülőkkel, közösen természetesen valamennyi csapat. És hát az előbb ért véget az egyik legnagyobb érdekessége a mai napnak, legalábbis amit a legjobban várnak nem csak az anyukák, hanem az apukák is, hiszen ők szurkolnak, a gyerekek, akik egy picit talán tudnak mosolyogni a szülőkön, anyukákon, ez pedig a banyafutás. Több nevet próbáltunk kitalálni ennek a rendezvénynek, volt angyalreptetés, anyukaszállástól kezdve sok minden fölmerül, de aztán mindenki elfogadta jó néhány évvel ezelőtt ezt a kifejezés, hogy banyafutás, maradtunk ennél, jól érzik magukat, óriási versenyeket hoznak. És hát ezzel még mindig nem ért véget, hiszen a kirakodóvásár mellett a városban lévő oktatási nevelési intézmények, szociális intézmények, civil szervezetek bevonásával kézműves foglalkozások kerültek megrendezésre. És a domb mögött egy újabb újdonság, hiszen a hulladékgazdálkodási vállalat a Városvédő Egyesülettel közösen egy hulladék labirintust készített, épített föl a pályának azon a részén, ami a domb mögött van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki megtalálta a kedvére való elfoglaltságot, érdekességet, mozgásformát. Aki pedig egyikben sem vett részt, csak szurkolt, játszott, szaladgált, én azt gondolom, hogy az is jól érezte magát. Az osztályközösségek számára ez a nap az összetartásról is szólt, hiszen a versenyeken osztálykiránduláshoz nyerhettek támogatást a dobogós helyen végzett csapatok. Minden évben kijövünk a 3A-val, idén már harmadjára. Itt kovácsolódott össze az osztályközösség, és itt szerveződik le mindig a következő buli. Nagyon fontos, hogy szülők és gyerekek együtt élvezzék ezt a családi napot. Jó buli, meg elég vicces, meg kijár nekünk is. Ha már apuk fociznak, akkor mi futunk egy seprűvel. Az a mi szerszámunk és járművünk. Ebben osztálykirándulást lehet nyerni, és ezért tartottam fontosnak, hogy itt részt vegyünk a kislányomnak. A kapitánylabdába is, és a váltófutásba is részt vettünk. Ott nem annyira sikerült a nagyok ellen, de mindent megtettünk, hogy győzzünk. A versenyzést Dobos László polgármester nyitotta meg, és kívánt tartalmas, szórakoztató napot a résztvevőknek és a szurkolóknak is. Az óvodapedagógusok, a Vöröskereszt, a Máltai Szeretetszolgálat és a Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai kézműves foglalkozásokkal várták a gyerekeket, de volt itt légvár és játszótér is. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat részéről ismét kézműves foglalkozással segítjük a rendezvénynek a lebonyolítását. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagy sikert arat a főleg a kislányok, de a kisfiúk körében is a mindenféle ilyen karkötő, nyaklánc készítése. Úgyhogy ezt a vonalat folytatva idén is készültünk ilyen jellegű dolgokkal, kis figurás karkötővel, kislányoknak csillogós dolgokkal. Aztán készültünk a kicsiknek természetesen
hanem mindenféle ilyen mozgásos játékot kiosztunk az intézményünkből, a csúszdát, a libikókát, és mindenféle gyurmát készítettek a kolléganőink, amiket saját kezüleg mi főztünk ki, és akkor ez is nagy siker szokott örvendeni a kicsik körében. Aztán színezőkkel persze természetesen, amik szintén a kicsik részére készültek. A kicsit nagyobbak részére pedig már most amiket szépen felkaptak a gyerekek. A hűtőmágneseket készítünk dekorgumiból, aztán körömlakkal kifestünk gombokat, illetve mindenféle nyakláncot készítünk, tehát újra is hasznosítunk, és erre is motiváljuk a gyerekeket. Már közel 4-5 éve vagyunk kint a rendezvényen, a Városi Gyermeknapon, és ezeknek a tapasztalataikat, tehát ezeket a tapasztalatokat építjük be a következő évnek a tervezésébe. Azt szoktuk látni, hogy igen, nagyon sok kreatív dologra van igény a gyerekek körében. Picit motiválni kell őket, és nagyon szokták élvezni ezeket a tevékenységeket. A pályán folyt az apukákkal a szülői focitorna, az anyukákkal a banyafutás, a közösségeknek élő amőba és kapitánylabda. Eközben az osztályközösségek szülői népi ételeket főztek, míg a karcagi, kisújszállási, kenderesi, hunszentmártoni középiskolások a nagykundiák birkapörkölt főzőversenyen, a karcagi általános iskolások a kunbarikum keretében mérték össze főzőtudásukat. Az idén ez a negyedik év, amikor megrendezzük a Kumbarikum általános iskolás tanulók diákbirkafőző fesztiválját. 7 csapat nevezett, tehát ez rekord. Ez szerintem annak is köszönhető, hogy sikerült egy városi gyerekrendezvény keretében ezt megszervezni. Ez a Kumbarikum szervezők és Szepesi Tibor képviselő közös ötlete volt, és úgy tűnik a eddigi állapotoknak megfelelően, hogy ez nagyon sikeres is. 5 kiló birkát kaptak a gyerekek, mi biztosítottuk nekik az edényt, a körégőt, a sátrat, a sörpadot, a díszletről maguknak kellett gondoskodni, illetve az öltözékükről, hogy a zsűrit megnyerjék pluszpontokért. Ezen kívül rajzpályázat volt, és öko birka készítő pályázat, amire az idén is nagyon sok versenymű érkezett, és itt szeretném megköszönni, hogy a város összes általános iskolája összefogott a siker érdekében. Ezen a napon adták át a Kunbarikum által kiírt rajz és ökopályázat díjait is. A versenyt Kovács Sándor országgyűlési képviselő zárta be, és mint elhangzott, a hagyományok ápolása szempontjából nagyon fontos, hogy a birkapörkölt is napirenden volt ezen a napon is, hiszen Karcagon nem múlhat el jeles rendezvény a Hungarikum birkapörkölt főzése nélkül. A képviselő elismeréssel szólt a diákok főző teljesítményéről, a szülőknek pedig megköszönte, hogy emlékezetessé tették versenyzéseikkel gyermekük osztálya számára is az idei Városi Gyermeknapot. Mintegy 17 ezer hektárral nőhet a jelenlegi 73 ezer hektárról a gyümölcsös ültetvények területe az elkövetkezendő 5 évben a gyümölcsös ültetvény összeírás előzetes adatai alapján, ugyanakkor a gazdák 12 ezer hektárnyi terület kivágását is tervezik, ismertette Tóth Péter, a Központi Statisztikai Hivatal KSH mezőgazdasági statisztikai osztályának tanácsadója. Elmondta, hogy a február 14 és április 16 között végzett 9 gyümölcsfajt érintő felmérés mintegy 15 ezer gyümölcstermesztő gazdaság több mint 37 ezer ültetvényére terjedt ki. Azokat a 2500 négyzetméternél nagyobb ültetvényhasználókat keresték meg, akik tavaly árutermelő tevékenységükre támogatást igényeltek, jegyezte meg hozzátéve, hogy a végleges adatsorok a nyáron várhatók. Kiemelte, hogy az összeírás 73 ezer hektárnyi terület szerkezeti felépítését mutatja be a felmért terület 34%-án almát, 25 ezer hektár, 19%-án medgyet, 14 ezer, 10%-án diót, 7 ezer hektár, 9,9%-án bodzát, 6,5 ezer hektár és szilvát 6,5 ezer hektár termesztettek. A következő 5 évben a tervezett kivágására, a telepítésre vonatkozó információk alapján a medgy és a dió területében várható jelentős növekedés.
Míg a legnagyobb területen alma és megyfákat terveznek ültetni a gazdálkodók, addig az őszi barack az egyetlen gyümölcsfaj, amelynek csökkenhet a területe. Arról is beszélt, hogy a felmért gyümölcsfajok közül a bodzaültetvények a legfiatalabbak, területük kétharmadát 2010 után építették, a legrégebbi a 30%-ot kitevő alma és a 31%-ot képviselő körte. Az ültetvények használói között a fiatal 40 év alatti gazdálkodók aránya 21%-ot, a 65 év feletti időseké pedig 23%-ot tett ki. A fiatalok részaránya Komárom-Esztergom megyében volt a legmagasabb, 36,2%, Csongrád megyében pedig a legalacsonyabb 12%-kal. A gazdálkodók közel fele rendelkezett közép- vagy felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel, tette hozzá. Magyarországon mintegy 6000 hektáros területen történik biogazdálkodás. A gazdaságok kétharmada áll kapcsolatban kereskedőkkel, 13%-uk használ és 8%-uknak van tulajdonában tároló vagy hűtőház. A gazdák 153 féle alma, 25 féle medgy, valamint kétfajta dió és egy bodzafélét neveztek meg, mondta Tóth Péter. Kitért arra is, hogy az adatszolgáltatás során most először van arra lehetőség, hogy a válaszadók a kérdőíveken megjelölhessék, szeretnének-e tájékoztatást kapni az összeírás eredményéről. Ezzel a lehetőséggel több mint 7600-an éltek, akiket a KSH e-mailben tájékoztat. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!